Kedves nézőink, a közelmúltban mutatta be Horváth Andor színművész a Szabadidő Központban Kósza Szél címmel Széchy Pál emlékestjét. A rendezvényen mi is ott jártunk. Lassanként majd megtanulom én is, hogy lehet élni mégis nélküled. Lassanként majd felnő az ég is, lassanként majd addig is elérek, hogy nem beszélek rólad sohasem. Elfelejtek minden rossz emléket, mert ami szép volt, megmarad nekem. Néha még nyugtalanít, hogy nem vagy már ettől is majd megszabadít, érzem egy új nagy szerelem. Ha az igazat megvallom, akkor Széchy Pált egy-másfél éve ismertem meg igazán, tehát előtte tudtam, hogy van, meg tudtam, hogy a Gedeon bácsi az az ő dala, de ezen túl semmi más nem tudtam róla. Igazából ezt az egész előadást két embernek köszönhetem. Az egyik volt színházigazgatóm Sopronban, Pataki András, aki bíztatott minket arra, hogy a színházi elfoglaltságok mellett ilyen önálló esteket is hozzunk létre, és akkor ezt esetleg be tudjuk építeni a színház programjába, illetve hát mi magunk is el tudunk menni vele jobbra-balra, hogyha lehetőség adódik. A másik pedig egy erdélyi utazás volt, ahol megszólalt Sergio Endrigónak a Canzone per te című dala, amiben beleszerettem rögtön, és ott elárulták nekem, hogy ez magyarul is létezik, és Széchy Pál énekelte ezt. Sőt, először nem is tudták, csak úgy rákerestem az interneten, meghallgattam, és mondtam, hú, ezt nekem el kell énekelnem. És így ezt a kettőt összepárosítva alakult ki, hogy elkezdtem hallgatni ugye egyre több Széchy dalt, és mondom, ezek mennyire jók, és milyen sok jó, és ismert dala is van, csak hát nem tudtam, hogy ezek Széchy dalok, csak úgy ismer. Egyébként szerintem az én korosztályomból ezzel nagyon sokan így vannak, hogy azért a Szeretni bolondulásuk ott az Én édes Katinkámat, egy csomó dalt ismerünk, csak nem tudják az emberek, hogy ez mind Széchyhez kötődik. És akkor azt mondtam, hogy legyen Széchy a téma. 15 dal hangzik el a műsorban, és hát gyakorlatilag az est összeillesztésében ez volt a legnehezebb, hogy leszűkítsem azt a rendkívül bő listát, ami tetszett tőle, hiszen nem csak ezek 15 jó dala van, hanem volt először 60, ami nagyon tetszett, aztán lett 30, aztán igazából, amikor először bemutattam ezt az előadást, vagy ezt a produkciót, nem is tudom, hogy nevezzem, akkor 18 szerepelt még benne, aztán időközben kiderült, hogy azért vannak határaim nekem is, és ezeket nem akarom feszegetni így estéről estére, úgyhogy egy kicsit le kellett rövidíteni, de szívesen elénekelnék 30-at is belőle, csak nem lehet, mert tényleg az emberi teljesítőképességnek is van egy maximuma, és azzal nem jó lavírozni, mert akkor annak másnap sajnos meg lesz a böjtje, mint ahogy most is kicsit megvan. Fodrász, üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, locsogás, tartós hullám, tubi, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt mese ország az egész. Mese ország királya, egy őszes urkit mindenki becéz. Gedeon bácsi, a műpálványa, őt minden völgyen minúni vágya, minden asszony keresi a kenyét. Gedeon bácsi a műfodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét.
Hogyha Széchy Pál élne, akkor 72 éves lenne, tehát mondhatjuk azt, hogy egy teljesen más generáció, és valahogy mégsem teljesen más zenei világ. Azok a dalok, azok a dallamok, azok a zenék, azok a gondolatok, amiket Széchy Pál annak idején közvetített, mit jelent most neked számodra, és mit próbálsz ebből a közönségnek átadni? Hát ez nagyon érdekes, ugye, hogy 72 éves lenne, mert végül is abból a generációból, akikkel ő annó befutott ugye 1967-be a Táncdal Fesztiválon, abból a generációból még ma is elég sokan színpadon vannak. Tehát így nagyon fura nekem abba belegondolni, hogyha nem így alakul az élete, ahogy alakul, akkor lehet, hogy őt még ma is láthatnám valahol színpadon, és nyilván ennek köszönhetően, hogy ugye nem láthatom színpadon, ennek köszönhetően alakult ki egy ilyen legenda körülötte, ami egy ilyen keserédes dolog, de ugye egészen más szintre helyezi őt valahol, mert hát ugye 74-ben halt meg, én magam 84-ben születtem, tehát semmiféle kapcsolatom nincs vele, és amikor ugye elkezdtem dolgozni ezen az esten, akkor próbáltam fölvenni olyan emberekkel a kapcsolatot, akik ismerték őt személyesen, hogy egy kicsit egy-két történetet, vagy nem tudom, tehát hogy mégiscsak egy képet, egy teljesebb képet kapjak róla. De ugye az egyik, aki nagyon érdekes lett volna, az a nővére volt, a Kati, ő előtte halt meg szerintem egy évvel, hogy maga az ötlet megfogant. A másik pedig Esnagy István, aki már, amikor belekezdtem, nagyon beteg volt, és rövid időn belül ő is elment. Úgyhogy tényleg ilyen szempontból nem tudok másra hagyatkozni, mint mások véleményére, sőt, igazából nem is feltétlenül a legközelebbi kapcsolataiból, hanem amit ugye írtak, mondtak róla. Tehát úgy nyilván sok a homályos volt az ő életében. Egyrészt, másrészt meg csak következtetni lehet, és én úgy gondolom, hogy mi már, meg én már, meg akik ugye később születtünk, és csak így a számokon keresztül ismerjük őt, sose fogunk tudni egy teljes képet kapni róla. Két kis csendes, egyszerű ember, mégis miért a nagy világ? Kéz a kézben, együtt az úton, egymást nézve, megyünk tovább. Két összeillő ember, fénylő, tágra nyíló szemmel, figyeld, elakad a hangunk, Istenem, hát mi vagyunk. Érdekessége ennek a Széchy Pál emlékére összeállított dalesnek az is, hogy ezzel a műsorral búcsúztál a Soproni Színháztól, ahol dolgoztál. Lehet arról valamit tudni, hogy miért mondtál búcsút a Soproni Színháznak, és hogy képzeled el a jövődet? Igazából 3 évet töltöttem ott, és ez a társulati színházi lét, ez olyan sokfajta kötöttséggel járt, ami én úgy gondolom, hogy nem igazán az én utam. Ez szerintem egy olyan, ehhez vagy kell egy olyan fajta elhivatottság, és tehát nagyon sok kompromisszumot kell kötni ahhoz, hogy az ember ezt csinálni tudja. Pláne úgy, hogyha ez egy olyan városban történik, ahova például nem kötik mondjuk családi szálak, vagy nem fűzik családi szálak, hanem az embernek van egy családja egy másik városban, és akkor próbál velük is kapcsolatban maradni. De ugye egy idő után el kell dönteni, hogy akkor én most ide végérvényesen leteszem a voksomat, és akkor én mondjuk adott esetben soproni, nem csak színész, hanem soproni polgár is vagyok, és ott élek, és mindent ott csinálok, és akkor ez az én otthonom.
vagy pedig ne, ezt nem elfogadva az ember próbál. Én jól éreztem magam Sopronban, szerettem ott lenni, de úgy gondoltam, hogy ez a 3 év, ez ott nekem elég volt. Nagyon szép szerepeket játszottam ez alatt a 3 év alatt, nagyon sok jó emberi kapcsolatot sikerült kialakítani, amiből párat még a mai napig is őrzök, de valahogy akkor ott azt éreztem, hogy amit ki lehetett préselni, és mint pozitívumot ki lehetett szívni ebből a történetből, azt én megtettem, és úgy éreztem, hogy ideje annak, hogy tovább lépjek, és meglássam, hogy alakul az majd az életem, és mi lesz. És igazából ekkor történt a Magyar Polányi Passióban való szereplésem, ahol aztán megismertem a mostani páromat is, és egyik dolog hozta a másikat gyakorlatilag, tehát végül is úgy kerültem ide Ajkára, és azóta itt élek. Viharként rombol már a messzi távol, felgyújt a régi tűz a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésed, azt hittem szalmalánk, s ellobban szépen. Szívembe markol 100 és 100 kis erdély, meg a messzeség. Szóba hoztad Magyar Polányt, ahol ugye a Passióban Jézus szerepét játszod. Igen, igen. Igazából az elkövetkező 3 hét ez a Passióról fog szólni, hiszen minden hétvégén talán 3 előadás is lesz. De mondjuk megvannak az esőnapok is, úgyhogy én bízom benne, hogy le fogjuk tudni játszani azt az előadás számot, amit terveztünk. Igen, Jézust játszom benne, és hát nagyon szeretem. Tehát ez egy nagyon nagy élmény, és igazából teljesen ismeretlenül cseppentem bele ebbe a dologba, szintén a volt igazgatómnak köszönhetően, ő kért föl rá, hogy jöjjek el és játszam Jézust ebben az előadásban, és hát nagyon, nagyon örülök neki, hogy ez így alakult, mert egyrészt nagyon jól érzem ott kint magam, nagyon szeretek ott lenni Magyar Polányban, nagyon sok jó emberi kapcsolatot és barátot is találtam ott kint szerintem, tehát nem tudok róla rosszat mondani. Hogyan tervezed itt most Ajkán a jövődet? Ugye itt nincs színház, legközelebb ugye a Veszprémi Színház, illetve a Pannonvár Színház az, ami esetleg neked lehetőséget jelenthet. Milyen kilátásaid vannak, hogy tervezed itt a jövődet? Hát a jövőmet azt úgy tervezem, hogy én június elején el fogok menni külföldre. Még nem tudom, hogy mennyi időre, de hát így a közeli jövőt azt most úgy tűnik, hogy nem Ajkán fogom majd tölteni, és nem is Magyarországon. Úgyhogy erről így most egyelőre, mivel túl sok még a kérdőjel ezt illetően, nagyon nyilatkozni nem tudok. Igen, ilyen szempontból Ajka, mivel ugye színház nincs, állandó társulat nincs, az eredeti szakmámnak nem kedvez, tehát ezt lehet mondani, de mivel most amúgy is egy ilyen keresgélős időszakomban vagyok, ezt annyira nem is bánom őszintén szólva, és így viszont ebben az elmúlt egy évben adódott számos lehetőségem arra, hogy a már ismert színházi út mellett kipróbáljak egyéb alternatívákat is, és betekintést nyerhessek olyan szakmákba, és egy kicsit elgondolkozhassak azon, hogy akkor én ezt most hogy akarom tovább, mennyire akarom tovább, csak ezt akarom, vagy akarok-e mást is, vagy ezt már egyáltalán nem akarom, és csak mást akarok. Tehát ilyen dolgokon gondolkodhattam ebből az elmúlt egy évben, és még nem mondhatom azt, hogy teljes mértékben a végére jutottam ezeknek a kérdéseknek. Röviden összefoglalva annyit tudok mondani magamról, hogy úton vagyok.
Egy új világ felé, kis hajó.